Lentiváros önkormányzati képviselőtestülete április 27-én tartotta meg soron következő nyilvános ülését. A tanácskozást megelőzően a testület megköszönte a nyugdíjba vonuló dr. Zsirai Mariannak körzeti házi orvos munkáját. Minden embernek kell, hogy legyen feladata ebben az életben, kötelességen belül, vagy azon felül is talán. Különben nem lenne értelme annak, hogy él. Az emberi világ több kell, hogy legyen, mint egy bonyolult szerkezetű gép, amelyben minden ember egy fogaskerék szerepét tölti be. Minden embernek kell, hogy legyen feladata, egy titkos küldetése, amely Istentől való. Nagyon nagy tisztelettel köszöntöm dr. Zsirai Marianna házi orvos asszonyt, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt van velünk. Azt hiszem, nem titok, hogy a hármas számú házi orvosi körzet vezetőjéről van szó, aki bár külsőleg egyáltalán nem látszik, de szeretne nyugdíjba vonulni, és mi ezt, ha fájó szívvel is, de el kell, hogy fogadjuk. Doktornő végigfutott a pályát, és ismeri ennek a nehéz, de emberpróbáló és felemelő szolgálatnak minden útvesztőjét, és megizlelte minden keserűségét és édességét. És talán csak ön tudna választ adni arra, hogy hány órát rendelt, mint házi orvos az elmúlt évtizedekben, hány betegnél sikerült megelőzni a betegséget, hányat sikerült meggyógyítani, hányan köszönhetik a életben maradásukat lelkiismeretes munkájának, hány fejlesztésben, változásban vett részt, hányszor kellett költözni a rendelőben, és hány munkatársa volt, hány kolléga ment nyugdíjba, távozott el más városba azóta, amióta itt dolgozott. Ezek már mind a múlt rövid vagy hosszabb villanásai, de ezek mind-mind nagyon fontos, apró momentumok. Vannak, akik alig várják, hogy nyugdíjba vonulhassanak, vannak, akik nem tudnak utána magukkal mit kezdeni, hiszen egész idejük nagy részét a munkájuk foglalta le, és bármennyire is pihenésre vágynak, változás lehet, hogy túl nagyra sikeredett. Ha ilyen érzése lesz, akkor forduljon hozzánk bizalommal. Azt hiszem, a legfontosabb az, hogy az embernek legyen valamilyen terve a nyugdíjazás utánra. És hogy kedves doktornőnek vannak ilyen tervei, van ilyen szándéka, mi sem bizonyítja jobban, hogy ezt személyesen meg is beszéltük, és tudom azt, hogy nem fogja haszontalanul tölteni az idejét, nem fog malmozni, és lesznek nagyon kellemes és nagyon komoly feladatai a jövőben. Tehát úgy látom, hogy érdemes tervezni, és érdemes lesz beosztani majd a napjait. És természetesen úgy, ahogy önnek családja van, részben már meg is van ez a program, több időt fog tölteni a barátokkal, a családdal, és ez az egyik legjobb dolog a világon. És azt hiszem, hogy ez volt az egyik döntő ok is arra, hogy itt kellett hagyni ezt a hármas számú házi orvosi rendelőt. De ha emellett marad még kapacitás, érdemes újba is belevágni. Azt hiszem, hogy találkoztunk mi kiállítás megnyitón is, hiszen a doktornő a művészet nagy kedvelője, személyesen is foglalkozik a képzőművészettel, volt kiállításon is. Nagyon szép művei vannak, mindenkinek tudom ajánlani. Hát ha még lesz szabad idő, akkor ezzel is tud majd foglalkozni. Csak az öregszik meg, aki lemond az eszményeiről. Az évek múlásával ráncossá lehet az arcunk, de ha kialszik bennünk a lelkesedés, akkor a lelkünk is ráncos lesz. Idáig ne kelljen eljutni. Az ember akár 17 éves, akár 57, akár 87, mindig az újra szomjazik, az újat szeretné, és a dolgok szépségén elámulva nem fél a kockázattól, kíváncsian várja, hogy mi lesz a holnap eredményei, szabadon örül mindennek. De doktornő feladat az, hogy egy új szakaszban is a jövőt be kell teljesíteni. Miként egyszer születik és egyszer hal meg az ember, úgy a nyugdíjazás is csak egyszer következik be. De a búcsúzás
én úgy gondolom, hogy nem lesz végleges, hiszen Lentiben nagyon sokan, nagyon régóta ismerik, és nagyon szívesen várják vissza ide, ebbe a kis városba, ahol az életéből jó néhány évtizedet eltöltött. Ugye a hármas számú házi orvosi körzetben, ahol jelenleg adataink alapján közel 1400 lakos, nem azt mondom, hogy beteg, mert valamilyen szempontból mindenki beteg, de legtöbben egészségesnek gondolják magukat. Ők biztos, hogy nagyon sajnálják, hogy a doktornő elmegy. És lehet, hogy kevesen tudják, hogy milyen régóta van itt. Ha jól emlékszem, és jó az információ, 1981-ben a diploma után mindjárt érkezett is Lentibe. Itt kapott lakást, itt telepedett le, és akkoriban nagyon nagy szám volt a fiatal és szőke Esbeta doktornő, elnézést, hogy így mondom, de akkor mindenki így hívta, és ugye ez a csehszlovák sorozatnak az analógiájára történt így. És az első rendelését a mostani 1-es-2-es házi orvosi helyén, illetve annak környékén kezdte meg a doktornő, és utána 84-től pedig, ha jók az információim, doktor együtt Kamilló úrral folytatták tovább az úgynevezett piros házban, ami azóta már nem piros ház, a rendelést, és itt bővült is a házi orvosi körzetek száma. És attól fogva megszakítás nélkül dolgozott, talán mikor kedves leánya született, azt az időt néhány hónapot leszámítva, és nehezen hihető, hogy 41 évet dolgozott mostanáig. Engedje meg, hogy a hármas számú házi orvosi körzet lenti polgárai nevében, valamennyi lenti polgár nevében, a betegek nevében és az önkormányzat nevében is megköszönjem a működést, a betegek ellátását, a szakszerű gyógyítást, és mindenkinek a háláját és köszönetét tolmácsolom, akiket kezelt és akiket gyógyított. És mit is kívánhatnánk doktornőnek nyugdíjba vonulása alkalmából? Mindenek előtt természetesen, mint bárki másnak, hogy jó erőnek, jó egészségnek örvendjen, és legalább annyi ideig élvezze a nyugdíjat, mint amennyi évet ledolgozott, utána természetesen jöhet jobb is. Aztán a gyermekek, az unokák nagyon fognak örülni, mert ott lesz anyu, ott lesz mama, és egész nap, ha kell, akkor ráér foglalkozni velük. Azt kívánom, hogy legyen még rengeteg szép, örömteli élményben része, élvezze az életet, és tényleg azt csinálja, amiben kedvét leli. Tehát még egyszer itt valamennyünk nevében és a tévé nyilvánossága előtt is kívánok egészségben eltöltendő nagyon jó nyugdíjas éveket, adjon az Isten nagyon jó erőt, egészséget, boldogságot és jól megérdemelt pihenést. És engedje meg, hogy jelképesen ezzel a kis virágcsokorral köszönjem meg azt, amit ezzel a virágcsokorral amúgy sem lehet megköszönni. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Igazából minden tud rólam, többet, mint én, amire emlékszem, hogy mikor kezdtem, hogy jöttem, valóban így volt, és nagyon gyorsan elment, és biztos, hogy nagyon fog fájni a szívem, csak még nem érzem, mert még holnap is lemegyek a rendelőbe, meg holnap után is, és olyan sűrű minden, hogy most nem is jut el a tudatomig, de a betegek ott sírnak a vállamon, tényleg szó szerint, hogy még nem voltak másnál. Úgyhogy elmegyek ugyan, de nem adom föl végleg a lenti lakásomat sem, és a szívemben mindig lenti maradok, mert igazából 40 évet itt éltem. Nagyon szépen köszönjük. Kérem, fogadja ezt. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, és talán annyit hadd tegyek hozzá, hogy köszönöm doktornőnek, hogy itt a
a hármas számú házi orvosi rendelő feladatainak átadás átvételeként, partnerként működött velünk együtt, és hát hogy is lehet volna másképp, hiszen eddig is miértünk dolgozott. És azt kérem, hogy mivel még ez a folyamat nem most zárult le, de ugye erre az ünnepélyes alkalomra azért került most itt sor a testület előtt, mert végül is a rendelési idő áprilisban lejárt, és május 1-től már dr. Pirkhofer Katalin doktornőt kértük meg, hogy vegye át helyettesként egyelőre a betegeknek a gondozását, gyógyítását. Nagyon szépen köszönöm még egyszer, nagyon jó erőt, egészséget, és minden jót kívánok. Köszönöm szépen.